Nem lesz vlog. Sziasztok, ez itt a 6000 feliratkozói különkiadás. Inkább ide bevágok valami effektet, ezt jobban abba hagyom. Szóval, 6000 feliratkozói különkiadás. Kicsit megkésve, de nem baj, mert ha túl hamar rakom fel, és egy páran leiratkoznak, vagy sokan leiratkoznak, és 6000 alá megy, akkor az milyen ciki már. Szóval eljött az idő, hogy megköszönjem a következő 1000 hozzászólást, lájkolást, feliratkozást, letöltést, végigjátszást, támogatást, de legfőképpen támadást. Erre a videóra 3 dolgot gondoltam, ezeket fel is írtam, úgyhogy tutira nem fog most semmi kimaradni. Igen, megcsinálom végre, nem fogok semmit kihagyni. Az első, hogy elindult a Csabusa oldal. Bizony, mostantól lesz honlapom. Nagyon köszönjük még egyszer Enderboy Hunnak, hogy elkészítette. csabusa.si.es, nem én találtam ki a címet. Most erről láthatok képeket. Igazából a pályáim vannak itt, meg elérhetőségek, illetve fölhívnám a hírek menüpontra a figyelmet, mert mostantól ide szeretnék írni minden hírt. Ideig Facebookom, hogyha volt valami megosztani valóm, hogy mit tudom én, például az InnoCybe demót, azt is ott írtam ki először, vagy a készülő pályáról képeket, de ezt mostantól itt az oldalon szeretném, úgyhogy látogassátok rendszeresen. Nyugodtan írjatok nekem, de főleg Enderboynak, hiszen ő szerkeszti az oldalt, hogy mik legyenek még, milyen ötleteitek vannak. De nézzétek meg a saját szemetekkel, leírás a linkben, ne kérdezd. A második dolog, azt gondoltam, hogy megosztok valami olyan dolgot, amit a nagy Csabusa rajongók, Csabusai állnak, nem tudom, biztosan nagyon kedvelni fognak. Ez egy régi játékom. Egy játékszerkesztővel, nevezetesen a Click and Play-jel készítettem. És azt kell róla tudni, hogy egy ügyességi játék. Olyan Mario hangulat, tehát 2D-s oldalnézet, ugrálni kell. A főhős Mikrobi, és megmenti a világot. Nagyon régi darab, azt hiszem még középiskolában csináltam. Eddig nem osztottam meg sehol. Tényleg pár ember látta eddig, szóval azt hiszem eléggé különleges, vagy nem tudom, annak fogjátok érezni. Nem dicsekvésként osztom meg, csak nem tudom, inkább érdekességként, de nem kinevetni. Akkor nézzünk egy rövid bemutatót. Igen, más volt a logó, ezt meg én csináltam. Ez egy kis, hát intro, hogy mi is a történet. Jó, hát mondom, régi, meg sok mindent ezen a játékon tanultam meg. Mármint használni a programot, a szerkesztőt. Úgyhogy sok volt benne a kísérletezés is. Na, ezt most elnyomom. Röviden arról van szó, hogy a gonosz, azt hiszem Cowboygo, meg akarja támadni vagy a Földet, vagy az galaxis, vagy nem tudom. Tehát gonoszkodnak és Mikrobit küldik, hogy győzz el a gonoszt. Igen, többféle főmenü van, ez is mutatja, hogy sokszor próbálkozás volt. Melyik legyen távirányít, az a legegyszerűbb. Majd megnézitek a többit. Igen, ja, menjünk vissza egy pillanatra. Itt van alul, hogy mestergomb H, ez azt jelenti, hogy a H gombbal lehet átugrani a pályákat. Ugyanis így próbálgattam, mert mint kiderült, vannak benne hibák. Ez a hibák abból erednek, hogy Click and Play-jel csináltam, és most Multimedia Fusion-nel fordítottam le, csináltam belőle exit, és hát nem ugyanaz a működése teljesen. Úgyhogy voltak problémák. Konkrétan az volt a legnagyobb gond, hogy ha a Mikrobi meghalt, akkor nem indult újra a pálya. Hanem ott, hogy nem is megállt a játék, hanem úgy ment tovább, úgy a szörnyek mozogtak, tehát úgy nem történt semmi. Úgyhogy beraktam ezt a H-gombot, illetve ezt kijavítottam, a H-gombot meg azért raktam bele, mert hát időnként nagyon nehéz. Na, elindítom közben. Igen. Azután indulunk, majd elolvassátok. És akkor van ugrás, meg van lövés, és a lényeg az, hogy le kell lőni a szörnyeket. Jaj, sikerült. És aztán fölvenni azt a molekulát ott, a bal oldalt, ami ott mozog.
Például ez is egy hiba, hogy ki tudok menni a képről. Sok ilyen kis apróság van benne, de hát mondom, régen csináltam. Azt hiszem, középiskolába jártam még. Jaj! Na. Nyugodtan lehet róla videót csinálni. Igazából Rage Game-nek is elmegy helyenként. Ja, a hangok azok mindig újraindulnak, már ha van zene, és az Options-be ki lehet kapcsolni, hogyha zavaró hangokat. A samples azok az effektek, ezek a lövés, robbanás, stb. A music pedig az aláfestő zene. Nekem ez rettenetesen retro hangulat, illetve nosztalgiázás. Vegyem már fel ezt. Na. Ja, itt már nőnek is. Nem tudom, szerintem nektek is csak egy béna játék lesz. De én sok mindent ezen tanultam meg. Próbálom azt lelőni. Jó. Ugorjunk pár pályát. Igazából nem akarok lelőni ilyen poénokat, mert most épp a csatornában vagyunk, azért a város után, és nem tudok ide felugrani. Na. Nem akarok lelőni poénokat, de azért mutogatom, hogy mire kell számítani, tehát ne ilyen nagy játékra számítsatok. Igen, mindjárt két változatban is megosztom. Egy sima Excel, amit elvileg letöltötök, és azonnal lehet indítani, meg egy telepítőt, mert nem tudom, melyik fog működni. Lehet, hogy csak a telepítés fog működni. Most a raktárban vagyunk. Vannak egyébként űrhajós részek is. Ó, banyagbe szorultam. Na, ilyenkor van az, hogy Enter. Azt is leírtam, még a legelején, hogy az Enterrel lehet újraindítani a pályát. Jaj, nem, már megint leestem. Nagyon ajánlom Rage Game-nek. De még nem is ez a legdurvább rész. Fú, eljut valaki oda. Jégbolygó. Ha valaki meg tudja csinálni a jégbolygót, H nélkül, tehát hogy nem ugor, tehát hogy megcsinálja, nem átugorja, az... Na, gratulálok, nekem se sikerült. De még van, nem, sőt, nem csak az volt, mi volt még? Hát a... Valamelyik ilyen űrhajós is ilyen volt, hogy muszáj volt átugranom. Ja, tudom. Kíváncsi vagyok. Nektek hogy fog menni? Jó, hát akkor ott lesz a link a leírásban, csak egy ilyen rövid bemutatót akartam. Jó játékot annak, aki kipróbálja, és sok türelmet. A harmadik dolog a nyereményjáték. Ugye nemrég mondtam, hogy egy ismeretlen adakozótól kaptam Steam játékokat, és ezeket szeretném nyereményjáték formájában szétosztani. És az az ötletem támad, hogy az egyik régi pályámat azt előveszem és felújítom. Mondjuk 1.8-asítom, milyen szép szó. Tehát a legújabb eszközöket használom rajta. Például, mit tudom én... Most mi volt? Úton hazafelé, na, gyorsan akartam mondani. Tehát úton hazafelé azt a megoldást használtam a hosszú szövegekre, hogy a pálya mellé TXT fájlba kiírogattam. Mert hát mégiscsak kényelmesebb, mint táblára írogatni, de a bakkancson pont azt próbáltam ki, hogy ne kelljen mindig TXT fájlt előszedni. Na most például ezeket le lehet cserélni Terrorra. Még nem gondoltam ki, hogy melyik legyen az a pálya. Így elsőre az úton hazafelé az, ami eszembe jutott. Hát mégis csak az volt az első normális kalandpálya. És szép visszajelzéseket kapott. És videó sincsen róla. Ja igen, mert csak azt nem mondtam, hogy hogyan lenne a nyereményjáték. Tehát nem az a lényeg, hogy felújítom, hanem hogy felújítom, és a felújított változatról csinálnátok végigjátszásokat. És a legjobb, legérdekesebb, legnem tudom milyenebb, legjobb végigjátszás az készítője kap Steam játékot, mondjuk azt nem döntöttem el, hogy melyiket. Lehet, hogy azt el kellett volna előre dönteni. Mindegy, mire ti ezt látjátok, addigra már úgyis el lesz döntve, ott van a leírásban.
és ti pedig írjátok meg, hogy mit szóltok ehhez az ötlethez, és ha tetszik, akkor melyik játékot újítsam föl, illetve pályát. Jó, nem hagytam ki semmit, akkor köszönöm, hogy néztetek, köszi a feliratkozást, köszi a támadást, a kézikönyv óvjon.